Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe Ingatlan takarok, irány a tőzsde. Én írtam az ingatlanosálmok könyveket, enyém az ingatlanosálmok klub, illetve még egy-két nap és tudunk személyesen találkozni, bármely könyvemet felmutatod, és már be is tudsz jönni az egész napos tréningemre, aminek a címe saját ingatlan birodalom építése. Itt alattam regisztrálj, add meg a nevedet, a teljes nevet kérem természetesen, és ott tudsz akkor lenni. Na, én ezt meséltem nektek többször is, és a könyvemben is írom, tehát, hogy én a tőzsdével kezdtem, és a tőzsdei nyereségemből vettem az első két családi házamat. És néha ugye, amikor kicsit rosszabbul megy az ingatlan piac, tehát nagyon-nagyon elmennek az ingatlan árak, és tényleg azon a ponton vagyok, hogy tehát ezen az áron én nem vagyok hajlandó vásárolni, és nem is akarok, hanem egy picit várnom kell az ingatlan vásárlása, hogy nem most veszek, hanem majd az előadáson elmondom, hogy mikor. Viszont akkor mit tehetek? Hát akkor irány a tőzsde. Itt nézhetsz kétféle részvényt, egyik az, hogy rövid távon játszol, erre tökéletesen alkalmas szerintem a kriptotőzsde egyébként. Nem a határidős tőzsde, hanem azonnali tőzsde, ahol annyit fizetsz, amennyiben részvény kerül, mert ha rossz irányba teszel, majd mutatok itt az előadáson nektek stratégiákat, technikákat, tehát hogy nem tudsz veszteni a tőzsdén, de nem a határidős tőzsde, nem a Forex, jó, ezeket kerüld el messzire. És ilyenkor bizony könnyen lehet, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor tőzsdézek, tehát vagy veszek ilyen osztalék alapú részvényeket, és akkor szépen tartom. Ugyanazt fel lehet vele építeni, mint egy ingatlan birodalommal egyébként. Még azt mondom neked, ha ilyen 5%-ba gondolkodik valaki, akkor ugyanazt meg tudod csinálni a tőzsdén is. Szinte bármelyiken, csak meg kell nézni, hogy hány százalék osztalékot szokott az a részvényt fizetni, és mikor, és akkor tulajdonképpen ezt nagyon kényelmesen meg tudod csinálni. Jó? Tehát lehet tőzsdézni, és ha tényleg rövid távon akarsz, én néztem egyébként, és mindjárt meg is mutatom nektek, szerintem a telefonomon is, ugye a bitcoinnak az értékét, pillanat, na, egy icipici pillanat, erre nem készültem, csak így eszembe jutott, hogy megnél. Tehát egy a lényege, hogy egy 20-30 százalékot szinte heti szinten megy, most éppen itt áll, amikor ezt a videót veszem fel, talán látni, remélem. De csak azért mutatom meg nektek, mert valamikor lemegy 30-ra, tehát 30 ezer után felmegy 37-38-ig, tehát egy 20%-ot lazán lehet szinte minden héten csinálni, de havonta egy 20%-ot bármikor ki tudsz belőle hozni, csak tudnod kell, hogy hol adok el, hol veszek, jó? És meg lehet csinálni ezeket a pénzeket, tehát azért mondom, mindig van olyan lehetőség, ahol egy picit kisebb pénzzel is el tudsz indulni, vagy azt mondod, hogy jó, most ingatlant venni, én ezen az áron, én megmondom, hogy szintén nem akarok, akkor ott van a tőzsde, ott is nem minden részvényt tudsz megvenni, mert valamelyik túlárazott nagyon magas, de mindig van olyan tőzsdei részvény is, hát én is ezeket válogattam fiatalkoromba, ami viszont mindig megérte, és volt benne potenciál, én ezeket megláttam, és jókor vettem, úgymond jó helyen. Ehhez is kell persze bizonyos tudás, jó? Tehát, hogy nem úgy volt, hogy oda mentem és szerencsém volt, tehát először volt, azt utána elvesztettem mindent kétszer is, hanem igenis ez is tanulható, jó? De én azt mondom, amikor már van pénzed, akkor a minimum az, hogy elkezded hatást többszörözni a pénzed, ha még nem elég az ingatlanra, akkor is van még rengeteg alternatív módszer, és nem az államkötvényt értem ez alatt, meg a többi ilyen hülyeséget, de akkor is van rengeteg olyan módszer, ahol rajtad múlik, hogy mi lesz belőle. Tehát ne felejtsük el, hogy amiket én világéletembe befektetésként kiválasztottam, az nem az volt, hogy odaadtam és bedobtam a lovak közé egy gyeplőt, hogy csinál mindenki, amit akar, majd én fizetek, hanem nekem ráhatásom volt arra, hogy mikor lépek be, akár a tőzsdére, akár az ingatlanpiacra, mikor lépek ki onnan, mit csinálok vele, hogy csinálom. Tehát az én ügyességemen és tudásomon nagyon sok múlt. Oké? És ezt akarom veled megosztani az előadáson is, hogy igenis a tudásodon nagyon sok minden múlik, és én nem tudom azt elfogadni, hogy én veszek valamit, és majd kapok érte valamit, lehet, hogy odaadják, tehát én most nem ezt vonom kétségbe, de ha az én tudásom ott van, akkor sokkal többet ki lehet hozni, mint egy banki alapkamat. Jó? Tehát e felé kell törekednünk. Úgyhogy pár nap, legyél ott az előadásomon, írd fel a nevedet, címedet, hozod valamelyik könyvemet, és találkozni fogunk. Szia!